Én 10 hónapos voltam, amikor elvitték az apámat, és soha többé nem jött vissza, kivégezték. Azon az őszön, Vajdaság szerte, úr volt a gyűlölet, és adatott a halál. A megemlékezés a szerb és a magyar himnusszal, valamint a történelmi egyházak képviselői által vezetett közös imádsággal kezdődött meg. Ezt követően Veszna Sztyepánovics, a csúrogi helyi közösség tanácselnöke, Magyar József, Magyarország belgrádi nagykövete és Fremond Árpád, a Magyar Nemzeti Tanács elnöke mondott alkalmi beszédet. Szomszédunkban újra bizonytalanság van, van, ahol fegyveres küzdelmek vannak, van, ahol energiaválsággal küzdenek, van, ahol azt a jólétet veszélyeztetik különböző politikai törekvések, amelyek nekünk nem felelnek meg. És ami nem felel meg, akkor beszéljük meg, hogy van két olyan nemzet ebben a térségben, amelyik képes megújulni, amelyik képes közös akarattal a felelős jövő elé nézni. Tudjuk azt, hogy ezen szörnyű események után évekig, évtizedekig nem beszélhettek a hozzátartozók, nem beszéltek arról, hogy mi történt, milyen szörnyűségek történtek. És ahogy megemlékezünk és ahogy beszéltünk azokra az eseményekre, amelyek 1942-ben történtek, azt gondolom, hogy ugyanolyan fontos, hogy ugyanolyan intenzitással beszéljünk az 1944-es és 1945-ös véres megtorlásokról is. A Vajdasági Magyar Szövetség az elmúlt években azért tevékenykedett, hogy minden településen méltó emlékhelyet állítsanak a magyar áldozatoknak, emelte ki Pásztor Bálint, a VMS alelnöke. 10 évvel ezelőtt következett be az a folyamat, illetve annak a folyamatnak a csúcspontja, amelyet történelmi megbékélésként szoktunk emlegetni. A régióban egyedülálló az, hogy az országos parlament egy olyan határozatot fogad el, amelyben elítéli ezeket az eseményeket. Ez megtörtént 2013-ban a köztársasági parlamentben Belgrádban. Ezt követően itt került sor az államfői főhajtásra, majd eltörölte a szerbiai kormány a kollektív bűnösséget. A csúrogi emlékművet a politikai pártok, az önkormányzatok, a civil szervezetek, valamint a magyar diplomácia képviselői és magánszemélyek koszorúzták meg.